Nem tudtad, hogy akkorára varázsolsz minket, mint egy cserebogás sétapálcája, akkor kisebbek leszünk, mint egy hatalmas kandúr? Hát mit tanulsz az iskolában, édeslányom, mi? Lenka, mint a legtöbb gyerek, olykor szófogadatlan és akaratos. Úgy érzi, anyukája és apukája túlságosan korlátozza őt. Egy nap titokzatos Teodórától, a tündértől olyan varázslatos kockacukrot kap, amivel összezsugoríthatja a szüleit, így a kontroll is csökken. De ha nem ellenkeztetek volna velem állandóan, akkor nem mentem volna el titokzatos Teodórához, és nem adta volna nekem azokat a cukrokat, és akkor ti nem mentetek volna össze. Ami eleinte jó mókának tűnt, kiderül, hogy mégsem olyan mulatságos. Az abszurd helyzetből a szülők és Lenka is sokat tanul. Szerencsére Endének ahhoz túl jó a humorérzéke, hogy didaktikussá váljon az előadás, de valóban van egy elég komoly üzenete, hogy legalábbis a mi olvasatunkban ez még talán ki is van domborítva, hogy Lenka is megtanulja, hogy a szülei nem azért korlátozzák, mert neki rosszat akarnak, hanem pont fordítva, és a szülők így összemenve szintén jobban átélik Lenka, vagy nem csak Lenka, hanem az összes gyerek kiszolgáltatottságát. Az új bábszínházi évadban több olyan darabot is színpadra állítanak, amelynek középpontjában a szülő-gyermek viszony áll. Az Ilka titka című Michael Ende mese átirata ebbe a sorba illeszkedik. A történet tele van abszurd helyzetekkel, amit szépen megtámogat a Rumi Zsófia tervezte, képregényeket idéző modern színpadkép. Mit jelent csatornánk neve a TTTTV? Az első betelefonáló jutalomban részesül. Az előadás Varga Bori egyszemélyes játéka. Én vagyok elsősorban Teodóra, a kívánság teljesítő tündér, aki elmeséli az egész történetet, hogy hogyan jött hozzá Lenka, hogyan kérte meg, hogy segítsen neki, és ugye ebből a pozícióból mutatom meg a szülőket, Lenkát, az egész életüket, hogy ez hogyan történt, ez a kis történet. Újdonság idén, hogy a premierek előtt ingyenes, de regisztrációhoz kötött nyilvános főpróbát tartanak a szülők és pedagógusok számára. A Lenka és a tündért pénteken 17 órától lehet megnézni. A bemutató előadás vasárnap 10 órakor kezdődik a kamarateremben.